Túl van a társadalmi egyeztetésen a Sátor alja újhelyi 2010-2014-es évekre szóló városfejlesztési koncepció. Az önkormányzat közel 150 embernek, helyi társadalmi szervezetnek küldte el a városfejlesztési koncepciót. A véleményeket, javaslatokat a napokban összegezték a Városházán. A polgármester úr 98 óta minden választási évben megkérdezte az emberek véleményét. Ebben úgynevezett véleményvezérek véleményét kértük ki, akikről tudjuk, hogy aktívan részt vesznek a város közéletében, és ezek nem feltétlenül intézményvezetők, nem feltétlenül csak orvosok és pedagógusok, hanem bizony ebben a egyszerű gyárban dolgozó munkástól, a fiatal értelmiségén át, a középkorú vezetőig és a nyugdíjasokig nagyon sokan vannak, hiszen ebben a körbe tartoznak a város díjazottja is. A széleskörű társadalmi egyeztetés után elmondható a 14 fejezetből az egyik legfontosabb, a munkahelyteremtés kérdése. Egyet kiemelnék belőle, hiszen ez a lényeg. Munkahelyteremtés mindenáron. A következő 4 évben sok egyéb minden mellett munkahelyteremtésre kell fektetnünk a legfőbb hangsúlyt, ez pedig nem uniós pályázatokon keresztül, hanem sok-sok utánajárással érhető el. A munkahely teremtése párhuzamosan számos irányban határozta meg Sátor alja újhely fejlesztési koncepcióját a dokumentumban. Természetesen vannak még prioritások, ilyen a közbiztonság további erősítése, ilyen a köztisztaság erősítése, ilyen a komfort javítása, a város arculatának javítása, a szociális háló erősítése, és még bizonyára tudnám folytatni, hiszen 14 fejezet van ebben az elképzelés csomagban, de mégis visszatérnék az elejére. A legtöbb és a legfontosabb feladat a munkahelyteremtés, utána pedig minden más következik, de valahol mégis ennek rendelhető alá. Sátor alja újhelyen 4 évvel ezelőtt is meghatározták a fejlesztés irányát. Az elképzelések szinte kivétel nélkül megvalósultak. Erről majd a szeptemberi testületülésen tárgyalnak részletesen. Jó szívvel fogom fellapozgatni az akkori programot, hiszen körülbelül 90%-os a teljesítés. Bizonyos esetekben meghaladja a 100-at is, mert olyan programok is megvalósultak, amelyeket nem is terveztünk be, de lehetőség volt, megragadtuk a lehetőséget és sikert értünk el. De például utcák felújítása terén, homlokzat felújítás terén, közbiztonság terén, és még folytathatnám a sort a közoktatás és szociális egészségügyi téren is, nagyon-nagyon jó 4 évet zárunk. Sátor alja újhelyváros polgármestere azt mondta, a széles társadalmi egyeztetés és az őszi önkormányzati választás után, amennyiben bizalmat kapnak a lakosoktól, ő is és a Városháza valamennyi dolgozója is a most lefektetett városfejlesztési koncepció sikeres végrehajtásán fog dolgozni.